Az embert bárhova sodorhatja az élet, ha erősek és elszakíthatatlanak a gyökerei, akkor a szülőfalu hívó szavára hallgatva szívesen jön vissza, hogy együtt ünnepelhessen az itthon maradottakkal, ha csak egy pár órára is, felelevenítve a régi szép emlékeket. Közös, régóhajtott vágyunk a rendezvény megvalósulása, mely alkalomból településünkről elszármazottak visszalátogathatnak születésük, gyerekkoruk vagy éppen itt eltöltött felnőttkor helyszínére. Ez a nap alkalmat ad egy kicsit elszakadni a rohanó hétköznapok világától, közösen felidézni a régelmúlt időket, a gyökereket, az identitásukat őrizve, mondta Farkas Edit polgármester. Mi Döbrökközön vagyunk itthon. Kisfalunk sokféle arcát őrizzük emlékeinkben. A szülőföld ideje nem múló idő. Bennünk lüktet tovább. Mindig ismerősként tekintünk a hazai tájra, ahol a gyermekkori emlékeink szétgurultak. Gyermekként, fiatal felnőttként, idős emberként más és más arcát mutatja nekünk, akkor is, ha soha nem költöztünk el, ha ma is itt éljük minden napjainkat. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, A beszédet követően az integrált közösségi és szolgáltató tér nagy termébe invitálta a megjelent vendégeket a polgármester, ahol az Örökségül hagyom című fotókiállítás megnyitására került sor. E jeles nap előtt a település vezetése egy felhíváson is kérte a falu lakóinak segítségét a régmúlt képek összegyűjtésére. A programsorozat a Verbőci vár romjainál folytatódott, ahol ágyűrődgéssel vette kezdetét a közös ebéd. Aki kíváncsi volt, megkóstolhatta a középkori ételeket, ami nem volt más, mint egy sült ökör. A nap folyamán az ide látogatók betekintést nyerhettek a legendák és mesék földjére, ahol megismerkedhettek a középkori apróttábor életével, beleshettek a kovács műhely mindennapjaiba, vagy akár megtanulhatták a kötélverést vagy a papírmerítést. Én itt születtem, Hajdanába, itt jártam általános iskolába, középiskolába már nem, mert ugye az itt nem volt, hanem Fehérváron, az egyetemet Budapesten végeztem, azóta ott élek, és ez egy remek rendezvény, mert majdnem minden évben megrendezik egy idő óta, és itt azért rengeteg olyan régi elszármazottal lehet találkozni, akik egyébként soha nem találkozta az ember, mert ide mindenki eljön, akit meghívnak. Nagyon szép volt a műsor, szép volt a szentmise, és nagyon készséges volt a ellátás itt, úgyhogy meg vagyok elégedve. Finom voltak. Eljövök, hogyha élek, és el tudok jönni, akkor el fogok jönni máskor is. A hazalátogató vendégek arcán megfigyelhető volt a viszontlátás öröme. Az itt eltöltött évek nyomot hagytak maguk mögött, kinek így, kinek úgy, de Döbrököz mindig visszavárja egykori lakóit.